Olaszon a néptánc oktatás már az óvodában elkezdődik, az általános iskolás tanulóknak pedig csaknem 80%-a táncol. Mindez több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött, amikor megalakult az iskola német nemzetiségi tánccsoportja. A jubileumi rendezvényt a vírushelyzet miatt korábban nem tudták megtartani, így most szeptember 24-én találkoztak volt és jelenlegi diákok, akik együtt léptek fel a táncgálán. Az én osztályfőnököm alapította a tánccsoportot, mikor 12 évesek voltunk, szóval 32 éve, és nagyon örülök, hogy most sikerült ezt összehozni a vírus miatt. Tartjuk a hagyományokat, próbálunk minél többet én itt az iskolában a gyerekekkel, meg otthon a családban nemzetiségi programokat szervezni, részt venni. Én is felléptek, volt osztálytársammal, aki szintén alapítottak, és igen, akkor kezdtük itt 32 éve. Müller Anita választotta össze a tánzt, ő itt az iskolában a tánctanár, ő alapította az iskolás tánccsoportot, és természetesen sváb táncokat, amit anno 32 éve is táncoltunk. Olaszon a néptánc szeretete nemzedékről nemzedékre öröklődik. 13 éve táncolok, és nagyon szeretem. A nővérem táncolt kiskorában, és akkor elkezdtem én is táncolni. Az iskola német nemzetiségi tánccsoportja nem csak a sváb táncokat, hanem a helyi népviseletet is őrizte, és őrzi mind a mai napig. Az értékek nagyon fontosak, tehát itt a svábság, a nemzetiség. Én úgy gondolom, hogy mindenki jó érzéssel jött, tehát a próbák is jó hangulatban teltek, és most is szívesen jöttünk, és felelevenítjük az általános iskolai élményeinket. Mi akkor 4 éven keresztül felső tagozatba táncoltunk, a Borsodi Teri néni volt az osztályfőnök, és ezt ő szorgalmazta, az ő osztálya táncolt előtte is, meg mi is, és szerintem mindenkinek jó érzés, én azt gondolom, hogy egy kicsit így visszacsöppentünk így a 90-es évekbe, vagyis én ma, amikor felhúztam a ruhámat, akkor úgy éreztem, hogy így visszamentem általános iskolába, x évet visszacsöppentem. Ezt a nagymamám varta a szoknyát, itt egy pár nagymama azért tudott ilyeneket meghorgolni, ezt most nem ő csinálta, mert nekem már sajnos nem tudott, de a szoknyát ő varta, de itt mindenki más, tehát vannak már modernebbek, most az enyém az tényleg az eredeti, az a régi típusú, még a válkendőn is látszik, hogy ez az eredeti. Ez már nyilván egy modernebb, mert ez utána lett varva. A német nyelv és a hagyományok ápolása központi szerepet tölt be az intézmény életében. Annak idején én voltam az egyik kezdeményezője, amikor megalakult a tánccsoport, de 2008 óta a kolléganőm, Müller Anita vett át, és nekem is volt egy segítőm, egy kitűnő segítőm, ő pedig a Ábel Klaudia volt, az egykori tanítványunk. 2 éve tervezzük ezt a rendezvényt, de a járványhelyzet miatt ma kerül megrendezésre, és majd ahogy látni fogják, hogy szülők táncolnak a gyerekeikkel, tehát itt körülbelül 12 generáció tánccsoportjaiból alakult fellépők lesznek majd. Az olaszi általános iskolában magas szintű német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. A diákok többsége sváb származású. Sok helyen a nagyszülők még beszélik a nyelvjárást.